hol van. Tapsoljuk meg, mert szerintem a tömeg libidóját megfelelő állapotba hozta dalma. Igen, föltöltöttünk szexuálisan. Hadd mondjam el, hogy elvegyem a mindenkinek a kedvét. Amikor jöttek a jogászok, jöttek a törvények, apám bíró volt, tudtam, hogy a kutya el lesz ásva. És akkor nagyon örültem, hogy a TASZ megalakult. Alakult egy olyan társaság, amely azt mondta, hogy a szabadságjogokat ilyen jogi szemmel meg vagyok, nagyon furcsán fogja képviselni, és én nagyon szeretem bennük, hogy a függetlenségüket megőrizték, ezért szerintem teljesen normális, hogy most Dénes Balázs, ugye
Igen, igen, ő fog hozzátok szólni. Hallgassátok meg! Köszönöm. Köszönöm a meghívást és a felkérést, és azt is köszönöm, hogy az ideg ellenére ennyien összegyűltünk itt. Én 1989-ben gyerek voltam, és őszintén szóval mindig is sajnáltam egy kicsit, hogy kimaradtam a rendszerváltás eufórikus pillanataiból. Mindig is azt gondoltam, hogy milyen nagyszerű lehetett, amikor kivívtuk magunknak a szabadságjogokat. Azt gondoltam, hogy nem lesz esélyem arra, hogy a szabad sajtóért, a független médiáért és a szólásszabadságért kell, hogy embereket lássak küzdeni. Hát az a helyzet, hogy tévedtem, de bár ne lett volna esélyem arra, hogy azt lássam, hogy újra ezek tüntetnek a sajtószabadságért. A napi rohanásban ritkán és keveseknek adatik meg azt, hogy kicsit felülemelkedjenek, vagy hátradőljenek, és megnézzék azt, hogy pontosan mi is történik körülöttünk. Szerintem ez hiba, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az ember időnként rácsodálkozzon arra, milyen is az ország, amiben élünk. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor elképzelhető, hogy mire észbe kapunk, és jobban körülnézünk, akkor már késő lesz. Úgyhogy én azt kérném, hogy válaszoljunk együtt néhány elemi kérdésre. Akarunk-e olyan országban élni, ahol a mi pénzünkön fenntartott média hírtelevíziójában és híradásaiban kizárólag kormánypárti politikusok és kormánybarát vélemények hangoznak el? Akarunk-e olyan országban élni, ahol a közszolgálati rádió riportere az emberi jogok világnapján egy emberi jogi aktivistával készített interjút nem mer leadni, mert az túl kritikus a kormánnyal szemben? Akarunk-e olyan országban élni, ahol a minisztérium sajtósa veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy megmondja a riportereknek, mivel kellene és mivel nem kellene foglalkozniuk? Akarunk-e olyan országban élni, ahol hol a politika, hol pedig az érinthetetlen gazdasági nagyurak szorongatják a szerkesztőket és a kiadókat? Akarunk-e olyan országban élni, ahol tulajdonképpen nem is szükséges idióta cenzúra törvényeket hozni, mert az öncenzúra és a szervilizmus sokszor megteszi magától a magáét? És akarunk-e olyan országban élni, ahol a törvény lassan megint nem a szabadságjogokat, hanem csak a kólát védi? Azoknak, akik igennel válaszoltak ezekre a kérdésekre, van egy jó hírem, haza lehet menni, hátra lehet dőlni, mert az álmuk megvalósult, ez ma Magyarország. De azoknak, akik nemmel válaszoltak, sajnos két rossz hírem is van. Az egyik az, hogy bizony Magyarország ma ilyen ország. A másik rossz hír pedig, hogy amíg nem teszünk ez ellen semmit, ez így is fog maradni, és semmi nem fog változni semmilyen téren, se itt a Kossuth téren, se a szólásszabadság terén. Barátaim, az elmúlt években és mostanában sokszor hihetjük azt, hogy a hatalom drog, vagy ha úgy tetszik, a politikai hatalom könnyű drog, a kétharmados politikai hatalom pedig valamilyen különösen erős, kemény drog. Különösen erős tudatmódosító szer, hogy csak ez lehet az oka annak, hogy valakik néhány év elteltével gyökeresen más gondolnak ugyanazokról a dolgokról. Hadd olvassak fel néhány idézetet egy magyar miniszterelnöktől. Ez a magyar miniszterelnök, amikor az akkori köztársasági elnökhöz elment, és azért panaszkodott, mert úgy érezte, hogy veszélyben van a sajtószabadság. Ez a miniszterelnök akkor ezt mondta. A vitatott személyi döntések következményeként egyoldalúvá válhat a magyar televíziós tömegtájékoztatás. Ezzel pedig tovább fokozódik a magyar média amúgy is súlyos kiegyensúlyozatlansága. Ezek a fejlemények súlyosan kedvezőten hatást gyakorolnak a magyar demokrácia és jogállamiság bel- és külföldi megítélésére. Az a miniszterelnök, aki ezeket a szavakat elmondta, fontosnak tartotta a média szabadságát, fontosnak tartotta a demokráciát, a jogállamot, és aggódott azért, hogy mit gondolnak erről külföldön. Tudta, hogy mit ér az Alkotmánybíróság, mert néhány évvel később ő maga azt mondta, hogy Magyarország olyan ország, ahol az Alkotmánybíróság döntései mindenkire nézve kötelezőek. Nincs kidúvó, nincs kiskapu, ez a magyar demokrácia vastörvénye. Én nem tudom, mi a nagyobb baj, az, hogy ez a jelenlegi magyar miniszterelnökről kevéssé mondható el, vagy az a kegyetlen igazság, barátaim, hogy nem két emberről beszélünk, hanem ugyanarról az emberről. Csak hogy aki 2002-ben a sajtószabadságért aggódott, az most cenzúra törvényt vezet be. Aki 2007-ben az Alkotmánybíróság kötelező érvényű döntéseit a magyar demokrácia vastörvényének nevezte, az most vasököllel sújtott le az Alkotmánybíróságra, amikor az ellent mert mondani a kormányának, vagy a kormány a parlamentjének.
és aki néhány évvel ezelőtt még azért aggódott, hogy a magyar demokráciát hogyan ítélik meg külföldön, az most tévedésnek nevezi azokat az európai kritikákat, amelyek egy elfogadhatatlan és Európában példanélkül álló törvénnyel kapcsolatosak. Barátaim! Nem! Barátaim! Ne áltassuk magunkat, az ország nagy bajban van. Gazdaságilag, morálisan és ez a sor gyakorlatilag végtelen sokáig folytatható lenne. De a remény nem csak, hogy él, hogyha itt körülnézek, hanem egyre inkább testet ölt. A demokrácia szerintem olyan, mint egy jó párkapcsolat. Addig jó és attól jó, hogyha hiszünk benne, a résztvevők hisznek benne, dolgoznak rajta, és nem hagyják feledni az alapértékeit. Csak rajtatok, öntudatos polgárokon múlik az, hogy felemeljük-e a szavunkat az önkény ellen. Csak rajtunk múlik, hogy tesszünk-e valamit a változásokért. És hogyha ezt megtesszük, akkor már nagyon sokat léptünk előre. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor legyenek bármely, akarjanak bármit is a hatalom birtokosai a demokrácia intézményeivel. Legyenek bármilyen aktívak is szabadságjogaink korlátozásában és az alkotmányos demokrácia lebontásában nem érhetnek el sikert. Hogyha a semmiből másodszor, harmadszor ezrek jönnek el azért, hogy tiltakozzanak, hogyha az interneten tízezrek adják a nevüket és arcukat azért, hogy fellépjenek az ellen, ami történik, hogyha ennek a tüntetésnek 2 nap alatt össze tudjuk adni a költségvetését, akkor nem tudnak minket elhallgatni. Azt láttam, hogy sok év után először arra használjuk a közösségi oldalakat és az internetet, amire szerintem azok való. Építsünk közösséget! Ezekben a pillanatokban forradalom zajlik a Közel-Keleten, amelyet ezeknek a hálózatoknak a segítségével szerveztek. Ha ezt ők meg tudják tenni, akkor mi is tudunk a politikai önkénynek és az önkényes politikáknak akadályokat gördíteni. Barátaim, 2 héttel ezelőtt közösen azt énekeltük együtt itt, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. Ez egy nagyon szép dal. De hogyha nem akarjuk 5, 10 vagy 20 év múlva ugyanezt énekelni, akkor a recept végtelenül egyszerű. Ne hagyjuk, hogy úgy legyen! El a kezekkel a szólásszabadságtól! Éljen a szabadságtól! Éljen a demokrácia! Köszönöm szépen! Istenem, olyan szép volt, mint Anton a konventben. Hadd mondjam el, hogy 4500-an online velünk vannak, tényleg mindig gondoljuk, hogy köszönjük, sokkal jobb érzés, hogy rengeteg szempán néz minket. Szerintem egy ilyen tüntetés értelmetlen lenne a bárdos deák nélkül és a fiúk nélkül. Egy elnyűhetetlen dívát szeretnék a színpadra kis decens kabátjában, hogyha föllépne, és egyre mélyebbre szállunk. Jó estét kívánok mindenkinek! Utoljára 1991-ben a Nap-Nap Fesztiválon láttam ennyi embert, akkor 8000-et satszoltak a biztosító rendőrök, múltkor 10-et, akkor ott álltam én is a tömegben. Én is készültem olyan beszéddel, ami gyújtóhangú, és elképzeltem Orbán Viktort 1848-ban, ahogy megy és kiszabadítja kis társaival Táncsicsot, mert biztos, hogy azok közt lett volna. Aztán elképzeltem 1956-ban Orbán Viktort, és tudom, hogy hol állt volna. Itt állt volna a tömegben, ami közé lőttek. Lehet, hogy ő is meghalt volna, de nem biztos. Elképzelem Orbán Viktor, ahogy 1956-ban azért harcol, hogy a Szabad Európa Rádiót hallgathassa, hogy ne legyenek ilyen történetek az életében, hogy nem utazhat, hogy nem olvashat azt, amit akar, mert cenzúrázva az élete. Aztán elképzeltem azt az Orbán Viktort, akit már majdnem ismertünk. Hát én nem futottam vele össze a 80-as években. Azt hiszem, hogy nem tudom, járt-e kontrollkoncertre.
de azt tudom, mert láttam róla a képet, hogy 1981-ben azt hiszem, ő is kiment a sajtószabadságért, 81-ben volt azt hiszem, a sajtószabadságért, a demokratikus jogokért, a demokratikus intézményrendszerért tüntetni, és meg is verték őt a rendőrök, tehát ennyire komolyan gondolta, és elképzelem Orbán Viktort ellenzékben, és itt állna köztünk, tudom. Úgyhogy egy nagyobb kurjancsunk ezért az Orbán Viktorért, aki lehet, hogy még előbújik valahonnan, és nem az ország háta mögé bújik, nem a szoknyánk mögé bújik Európában, amikor ugye felelősségre vonják. És egy jó hírt szeretnék közölni, hogy nem Magyarországot érte kritika, nem az ország lakosait a világ sajtó részéről, hanem a kormánypárti politikusokat, úgyhogy ezt elfelejtjük elég határozottan, és tehát nyugodtan legyünk csak mi büszkék továbbra is magunkra, és a világ sajtó nem hagyta azt, hogy összeugrasszák Magyarországot az Európai Unióval, úgyhogy egy nagy hurát magunknak, Debrecennek, Pécsnek, úgyhogy azok az ablakok megremegjenek. Igen, szakadjon le az ég! Ja nem, az átok. Tehát, hogy szedjék össze magukat a politikusaim, szerintem, és akkor dalra fakadunk. Gyújtólan volt?
megszületett, meg érkezett, de jó. A leges, legújabb kis földlató. Szeretettel köszöntünk, ahó. Légy üdvözölve, kedves kis lakó. Embernek születtél, meg hát neves. Sokat utaztál, hogy itt lehess. És ez a tested lesz most majd az űrhajó. Hát tapasztal meg, mi mindenre jó. Egyél vigyál, játszál jó sokat. Élj vidáman, szeress másokat. Ha-ho, ha-ho, kedves földlakó. Az ott New York, ez pedig Makó. Oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. Te jó, hogy megjöttél a földre, ahó. Ha már megszülettél, megérkeztél, de jó. Tudod, itt a földön sok minden marha jó. Ne aggódjál, van bőven meló. Neked is lesz dolgod majd, kis lakó. Tudod, az emberek többnyire kedvesek. És mindenki majd nem mindenkit szeret. A nap oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre, nézd a nap. Oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre, ahó. Földlakó. Köszönjük szépen! Hát még egy dallal készültünk, ha megengeditek, eljátszunk, és ezt a dalat mindenki értse úgy, ahogy akarja. A változás szelet, tiszta a kék az ég, a szerencse csillag helye alatt ott áll a nép, a kezében a bizonyíték. Ez a szél, az a szél, és az a szem, amiből fúj a szem, hogy pont az enyém. Táncolj újra, megint!
mint nekünk. Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Gondolt újra, Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell nekünk. És fúj a szél, a változás szeret, tiszta a kék az ég, és a szerencse csillag helye. Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Gondold újra, Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Nekünk, Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Gondold újra, Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell. Gondold újra, Feri, segíteni kell, gyere vissza, Feri, segíteni kell nekünk. Aztán okosan. Nagyon jó volt. Hadd mondjam el, hogy a média tanács rühös plazmája az ORTT volt, amely például engem elítélt, mondván, hogy veszélyes vagyok a gyerekekre. Nem a gyerekeket szeretjük csinálni is, meg nevelni is őket, tehát nem egyszerű a kérdés. Csak mondom, hogy most Dolphman barátom jön a színpadra, tehát, jaj, nem, nagyon sok problémával küzdködünk, tehát a gyerekek fülét befogni, a szemét letakarni, ugyanígy gyereklelkű felnőttek fülét, szemét, száját, tehát ezt csak úgy tudjuk megvalósítani a tömegben, mindenki valami nyílást befog a másikon, tehát kérlek, Dolphman, húzd ki ebből a nehéz helyzetből. Üdvözöllek titeket! Én nem készültem semmiféle nagy beszéddel, egy dolgot gondolok. Ebben a demokráciában csúfolt valaminek pár jogunk van. Az egyik az, hogy 4 évente megszavazhatjuk, ki lesz a következő vérszívó. Egyébként pedig véleményt formálhatunk a dolgokról. Most először a sajton keresztül akarják elvenni a hangotokat. És ezt nem lehet hagyni. Ezért szeretném, hogyha 3-ra csinálnátok egy nagyon nagy zajt, hogy hallját, hogy itt van az igazi többség, nincs itt senkinek 2/3, csak a népnek, csak az embereknek. Ezért 3-ra csináltok egy nagyon nagy zajt, hogy hallatszol oda be, ahol most nincsen senki, de lehet, hogy benn fog rezonálni hétfőig, vagy amikor jönnek legközelebb. Gyerünk! 1, 2, 3, 1, 2, 3! És külön erre az alkalomra az érzékeny fülőjeket tényleg megkérjük, hogy fogják be, bár elég hangos lesz, tehát átmegy az ujjon keresztül is. Külön erre az alkalomra írtunk egy dalt a kedves barátainak oda be. Akkor jöjjön egy dal, amit mindenkihez írtunk, hiszen benne van mindenki, a bal jobb, jobb bal.
föl lehet rakni a kényeket a magas problémát. Hallod magatokat? Visszaadjam, mert Dokmen is ezen dolgozik, egy egyszerű zenész barátunk bement bronzba, és mondták nekik a fekák, hogy fél, hova mész fehér ember? Ez ilyen zárt terület, mondta, a Klauzál téren nőttem fel. Jogos. Tehát, jaj, a Modó Balázs,
Például benne nagyon szeretem, hogy minden híresztelés ellenére nem megvehető, önálló gondolkodó. Szerintem abból azt összegyűjtjük mind, így a civil mozgalom alatt. Aztán majd kiszámoljuk, hogy kinek mennyi vagyona van agyban. Légy szíves, Balázs, gyere! Ja, érdekes, mindig, ja. Én papírból fogok dolgozni. Barátaim, én az igazat megvalva örülök a mostani média törvénynek, ezzel azt hiszem, hogy egyedül vagyok itt. Örülök neki, mert elkezdődött végre a beszélgetés arról, hogy mire is való a média, hogyan is működik az internet korában, hogy milyen állapotban van a magyar sajtó, és hogy hogyan lehetne a negyedik hatalmi ágat jobbá tenni. Őszintén szólva örülök a magánnyugdíj pénztárak államosításának is. Mert itt nem csak a magántulajdonról lehet gondolkodnunk, de arról is, hogy érdemes-e az államra bízni a jövőnket. Végül az is kiderül, hogy mire tartjuk az alkotmánybíróságot, és hogy milyen intézményeket tartunk a köztársaság számára létfontosságúnak. Talán ez a krízis kellett ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy mi is a magunk felelőssége a demokráciában. Az elmúlt 10-15 évben azt hittem, hogy ha teszem a dolgot tisztességgel és becsülettel, akkor apránként ugyan, de majd minden egyre jobb lesz. Hát nem lett jobb. Várunk Brüsszelre, a Facebookos ismerősökre, várunk a parlamenti ellenzékre, várunk a civil szférára, az alkotmánybíróságra, a költségvetési tanácsra, a harcos autonóm médiára, az internet kollektív bölcsességére, és bíztunk benne, hogyha probléma van, akkor ezek az erők majd mindent megoldanak helyettünk. Ezek a pofonok kellettek ahhoz, hogy ráébredjünk, a Facebookos haverok csak ígérgetnek, Brüsszel túl messze van, az alkotmánybíróságot, a médiát, a költségvetési tanácsot pedig a szemünk előtt belezték ki, tömték ki szalmával, és tettek gombot a szeme helyére gondos preparátor kezek. Az igazat megvalva, én örülök a kormányzati álmokfutásnak, mert így végre tisztán látszik, mi a mi felelősségünk. Mi a mi tennivalónk, hogyha a sorsunk jobbra fordulását reméljük. Mostanra kiderült, hogy magunkra maradtunk. Magunk maradtunk mi, az emberek, az állampolgárok és sajtunk kívül nincs senki más, akire számíthatnánk. Nincs senki, akit érdekelne a sorsunk, senki más, akinek fontosak lennénk. Magunk vagyunk és csak magunkra számíthatunk, ha egy élhető országot szeretnénk. Úgy tűnik, hogy valamit elrontottunk, és most máshogy kell csinálnunk a dolgaink. De a mi felelősségünk, hogy a dolgok helyre jöjjön. A minap megértettem a berlini falnak és a vasfüggönynek a lényegét. Megértettem, hogy miért kellettek ezek a szörnyűséges dolgok olyan sok évtizeden át. Megértettem, ahogy megértették a kommunista diktátorok is, hogyha nem akarják, hogy egyedül maradjanak a hagymázas világboldogító lázámaikkal, akkor bizony kell a fal, hogy az emberek ne tudjanak elmenni. Ha az emberek azt érzik, hogy a pénzük, birtokok után életüket, szabadságukat és gondolataikat is a magáénak akarja a hatalom, akkor gondolkodás nélkül odébb fognak állni. Elmenne, hogy ott élhessenek, ahol a hivatást megfizetik, ahol a magántulajdon szent, ahol a szólás szabad, ahol hagyják békén élni és dolgozni. A minap olvastam, hogy soha ennyi orvos még nem akart külföldön dolgozni. A saját közgazdász egyetemi évfolyam társaimból is, aki tehette már külföldön dolgozik, tanít, kutat. Elmennek a kis kényszervállalkozások, szlovák rendszámmal furkáznak az autóink, és elmennek a multik is. Arra döbbentem rá, hogy a baráti beszélgetések hetek óta másról sem szólnak, mint hogy elinnem. Mennek, mert a fal leomlott, és nincs semmi, ami arra tudná őket kényszeríteni, hogy itt maradjanak. Én nem akarok elmenni. De nincs értelme úgy itt maradni, ahogy eddig voltunk itt. Nincs értelme kis kompromisszumokkal, ügyeskedve, túlélve, lavírozva, megalkudva, gyáván vagy hitelezetten itt maradni. Őszintén szólva hálás vagyok azért, ami most velünk történik, mert végre felébredt bennem is a harci kedv az állampolgári öntudat. És most dühös vagyok. Őrülten dühös vagyok, hogy a hazám törvényhozásában nem hozzáértő képviselők nyújtanak be törvénytervezeteket, hanem megvesztelek is Stroman.
Dühös vagyok, pokolian dühös, hogy ezt névtelen személyiség nélküli mamelukok akarat, vélemény és öntudat nélküli gépként meg is szavazzák. Elmondhatatlanul dühös vagyok, hogy érvek helyett blazírt hülyeségeket hallok, és közben bedől a forint és rajtunk tölt a félvilág. Dühös vagyok, borzalmasan dühös vagyok, hogy néhány senki miatt a hazámat kinevetik, leminősítik, beszélik és sarokba állítják Európára. És közben nem értem, egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogyan lehet az, hogy az otthoni pálinka főzés egy jogközép kormánynak fontosabb, mint az ügynöklisták nyilvánosságba hozása. Honfitársaim, mondom ezt. A múltkori kritika messze mellettem tekert egy bácsi, akinek a bringáján egy árvácsávos dobogó volt. Valószínűleg semmiben nem értek vele egyet, de akkor és ott összekapcsolt minket az, hogy mindketten egy bicikli nyergében ülve élveztük, hogy miénk a város. Amíg élek, emlékezni fogok erre a bácsira és a találkozásunkra. Arra emlékeztető folyton, hogy legyen közöttünk bármekkora is a véleménykülönbség, vannak dolgok, amikben hasonlók vagyunk. Hasonlítunk abban, hogy ez a hazánk. Hogy hiszünk a demokráciában, hogy hiszünk a magántulajdonban, hogy abban, hogy mindenkinek joga van a véleményhez, és nem kell félteni a szabadságát a véleményétől. Hasonlítunk abban, hogy soha többet nem akarunk diktatúrában élni. Én egy olyan országban reménykedtem eddig, ahol akkor is jó élni, ha az aktuális kormányával esetleg semmiben nem értek egyet. És lám, ide vezetett a puszta reménykedés. Nagyon sok munka vár arra, aki most nem megy el, hogy ez az álom megvalósulhasson. Mert hogy egy lánguló tekintetű harcos fiatalember 89-ben Nagy Imre koporsója előtt fogalmazott, senki nem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Nem tudom, hogy ami most van, az párt... Nem tudom, hogy ami most van, az pártállam, de az biztos, hogy a köztársaság sorsa rajtunk áll. Köszönöm. Egyáltalán nem véletlen, hogy akit fel fogok konferálni, az én édes testvérem, és sokszor gondolok a cigányokról, hogy neki se lehet könnyű a Farkas Flóriánnal, de hát ez a reprezentációs rendszer, egy rossz uralkodó osztályt választottunk magunknak, de annak nagyon örülök, hogy itt vannak, és azt mondom, hogy arra gondolok sokszor, hogy az egyetlen kisebbségünk, hogy tudunk-e rájuk vigyázni, de mulatni biztosan tudunk velük, tehát a szívás a gypsyben fog följönni. Szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok, sziasztok! Néhány szót szeretnék mondani nektek, egyel arrébb megyek. Itt vagyok, szervusztok! Azt szeretném nektek mondani, hogy nekünk cigányoknak is nagyon, de nagyon-nagyon fontos a sajtószabadság. Egy tapsot kérek szépen ezért! Nekünk is fontos Európa, mi is tudjuk, hogy mi is vágjuk, hogy ilyen pesties legyek, vagy pesti legyek, meg ilyen cigányos, hogy mi is vágjuk, hogy mi zajlik egyes fejekben, meg mi zajlik úgy általában Európában. Mi is interaktívak vagyunk, mi is integrációs cigányok vagyunk. Én is Európa Uniós állampolgár vagyok, és igen, én is szeretném hallatni a hangomat a sajtóban bármikor, meg ti is, meg mindenki, mert ehhez egyszerűen jogunk van. Ennyi az egész. És kedves sepengedő testvéremnek az első mondatai közül az egyik, hogy Farkas Flórián, hát most neki is itt kellene lennie, képviselni a magyarországi cigányságot, hogy háló uraim, hát nem jó irányba halad itt ez a bizonyos szekerecske, de hát itt vagyunk mi, itt van a Szilvási Gypsy Folkban, és mi meg igazából tudjuk, hogy merre van a jó irány, hát előre természetesen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, így az est végén, a sajtószabadság jegyében mulassatok, táncoljatok,
csókoljátok meg egymást, ölelkezzetek, spanoljatok, ha valaki férhez akar menni, menjen férhez, nősülni akar, nősüljön, bulizzunk, és ilyen a sajtószabadság, hadd szóljon! Bravo! Két dalt fogunk játszani nektek, az egyik az mulatos, a másik meg szívfájdítós. És itt a hárat szeretnék nektek, de a kettőt majd össze fogunk kötni. Egy olyan dalt szeretnék nektek elénekelni, ami gyakorlatilag, ami több évszázada is így van, összeköti a magyarságot meg a cigányságot. Én, mint zenész, tudom nagyon jól, hogy Erdélyben, a Vajdaságban, a szlovákiai településben, ezer helyen vannak cigányok és magyarok együtt, és a folklór zenében is így van, és engedjétek meg, hogy egy gyönyörű szép dallal fejezzük ezt ki, és ezt küldeném az Európa uniós parlamenti képviselőknek, mindegyikének. Úgyis itt vannak most gödöllőre, remélem hallják. Sajtó!
szeretnék nektek, ami kifejezi végül is minden kifejez, amit cigány ma Magyarországon. Én volt testvérem, én volt. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, meg is. Gondolod kisebb húsunkba vágy, képviselő lett a világ. Egész világ erősségünk, bűvön torva jobb képviselünk. Nem lóttunk, csak elszöget, Jézus vérző tegyen. Nagyon nem szerveztük túl a dolgot, de arra gondoltuk, hát Kodály Zoltán meg Bartók Béla, hogy énekeljünk közösen. Hát a hímus is ez egyik, de mi a tavaszi szél vizet áraszt, és hogyha itt vannak még a zenészek, azok segítsenek, mert én nem hiszem, hogy vezetem a dallamot. Hölgyeim és uraim, kész vagytok egy tavaszi szélre? Bár akár mikor. Dobben gondolkodik, melyik is ez a dal? Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én itt már kit válasszak, virágom, virágom. Mindenki táncol, a rap zenére, szól a rap és szól. Mindenki bele szól, mert játszás fejjel, a szület és formát, kérdés felele, virágom, virágom, engedett te engedett, virágom, virágom. Még egyet! Ej, állj, nál, már, tán, lál, lál, tán, lál, 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 cigányok sor sikeredet, de a sajtó szabadságét. Meg magyaros! Megmondom, hogy az elérő az. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Átadom a szót csettenkedőnek, egy tapsos csettenkedő testvéremnek. Hát nem sokára vége lesz, de ne felejtsétek el, március 15-én, igen, a naptár kegyetlen, el fog jönni március 15-e. Arra készülünk, de az lenne a helyes, a Fölke Robert zárná be, annyit dolgozik rajta, hogy ő az utolsó szóló joga.
meghajlok előttetek. Követhetni a példámat az a 380 képviselő is, aki a mögöttem lévő épületben dolgozik. Egy egyszerű civil vagyok, ugyanolyan, mint te vagy te vagy te, ezért egy kicsit a háttérbe fogok most szorulni önszántamból. Megadom a lehetőséget másoknak is, hogy adják a hangjukat, adják az arcukat, de ugyanolyan eltökéltséggel és ugyanolyan hévvel fogom védeni a sajtószabadságot és szervezni, amit szervezni kell a jövőben. Tudom, hideg van, és mert páran hazamentek, de közel 10 000-en voltunk ma is, és több mint 10 000-en néznek minket az interneten. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon nagyok vagytok. Hogy van ez 20 000? Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal segítették azt, hogy létrejöhessen ez a mai tüntetés. Kapcsoljuk meg őket, nagyon nagyok őket. És nem utolsó sorban köszönöm a művészeknek is, főleg a bátorságukat. Hát igen, sajnos voltak olyanok is, nem semmi, akik féltek ma itt lenni. Igen, igaz. De ne ilyen szomorúan zárjuk ezt a mai estét, hanem idézzük ott kinek Kossuth Lajos pár szavát. Ő azt mondta, hogy elvehettek mindent, csak szabad sajtót hagyjatok nekünk, és akkor nem lesz miért aggódnom országom boldogsága miatt. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én itt már kit válasszak, virágom, virágom. Szól a rap és szól. S mindenki bele-bele szól, mert játszás fejjel, szület is volna, kérdés felele, fáradt be nem lesz. Időre fúlik, belé a szúlik, szeret, nem tudom, szeretem, azt tudom. Tavaszi szép tízet állat, virágom, virágom. Minden madár társad választ, virágom, virágom. Hát én már kis választ. Virágom, virágom, engedett te engedett, virágom, virágom. Még egyet! Ej, állj, na, 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 na,